A Tiszafüredi Asztali Tenisz Sportegyesület csapata számára február 3-án megkezdődött a 2015-16-os megyei bajnokság tavaszi szezonja. A Tase itthon játszott, a vendég az Az a Jászárok Szállás volt, aki az őszi idényben hosszú ideig vezette a megyei első osztály tabelláját. A Fürediéknek nem sikerült a bravúr, nem tudták legyőzni az erős jászsági csapatot. Ha néhány évre visszatekintünk, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei első osztályú asztali teniszbajnokságba még emlékszünk rá, hogy a Tase két csapatot is indított ebben a versenyben. Az eredményesebb gárda rendszerint dobogós helyen végzett, a második együttes a tabella harmadik, harmadáig, a hetedik vagy nyolcadik helyig jutott el. 2014-15-ben olyan személyi változások következtek be, hogy ebben az idényben már csak egy csapatot indított a Tase. Természetesen hiányzik Sarkadi Nagy József és Lengyel Lehel teljesítménye és eredményei ebben az évben. Kíváncsiságból megkerestük az Egerbe az Egri Coop SC 3-as számú csapatához igazolt Lengyel Lehel eredményeit. Az MB3-as Észak-Magyarország A-bajnokságban egyelőre 44%-os eredménnyel versenyez Lengyel Lehel. Korábban a természetszerűen gyengébb Szolnok megye első osztályban 65-70%-os volt a teljesítménye. Ha ebben a bajnokságban a szikár számokat nézzük, akkor a korábbi két csapat átlagát hozzák azok a versenyzők, akik megmaradtak az egyesületnél. Ez az átlag azt jelenti, hogy egy harmadik és egy nyolcadik hely helyett most a bajnokság középmezőnyébe tartozik a Tase. Nem kell félnie attól, hogy a tabella alsó részébe csúszik le, de úgy tűnik, hogy nem tud feljebb sem kapaszkodni. A hosszú évek óta vezető Szolnoki Honvédnak riválisa akadt, a Jászárok Szállásban és a Jászkun Volán, illetve az Új Szász sem akar lemaradni, megy a harc az érmekért. A 2015-16-os megyei első osztályú asztali tenisz csapatbajnokság csaknem két hónapos szünet után folytatódott, a Tase számára február 3-án. Az egyesület ezúttal a Krómi Zoltán, dr. Rente László, Tardi Tivadar és Varga Csaba összeállításban kezdte a mérkőzést. Jó leső meglepetés volt, hogy a két páros közül nyerni tudott a Tardi Tivadar Varga Csaba kettős. Az ellenfél pedig nem volt akárki, Csombok József oldalán az a Bernát János állt, akit a megyében is csak néhányan tudnak legyőzni. Nem játszott alárendelt szerepet a Krómi Rente páros sem, de számukra a 2-3-as eredmény nem hozott pontot. Az egyeseknél dr. Rente László és Tardi Tivadar két győzelmet ért el, Krómi Zoltán és Varga Csaba 1-1 pontot szerzett a csapatnak. Összesítésben a Jászárok Szállás 11-7 arányban győzte le a tiszafüredieket, és elvitte a két pontot. A tabellán most az ötödik helyen áll a Tase, bár a különböző számú lejátszott mérkőzés miatt jelenleg nem lehet a csapatokat összehasonlítani. A Tase legeredményesebb játékosa eddig a megyei nyilvántartás alapján Tardi Tivadar, aki közel 71%-os teljesítményével a lista 10. helyén áll. A bajnokság következő 11. fordulójában a tiszafürediek ismét itthon játszanak, az ellenfél a karcagi Kovács DS-e 2-es számú együttese lesz.